Kulturális örökség kategóriában Versegi Ferenc fazekas munkássága és a habán kultúra szinte az elsők között került be a Tolna megyei értéktárba, a népművészet mestereként mondhatni alanyi jogon. A habán is a fazekasságnak egy része, de az úgymond paraszti fazekasság az volt a nagy általánosságban ismert, és 1602 az első datált Magyarországon föllehető habán edény, ami itt készült Magyarország területén. Ez abból más, hogy ez egy más technika. Tehát ugyanúgy cseré vörös agyagra van elkészítve, de nem egy zöld, tehát nem egy fazekas áttetsző mázzal van mázolva, hanem egy keményebb mázzal, egy fedőmázzal, és ezt kétszer kellett akkor is égetni, és hát az akkori gondolt tematika szerint ez egy magas tűznek volt betudható, mert 1000 fok fölött égették már az 1600-as években. Az agyag, amivel Versegi Ferenc dolgozik, és az az agyag, amivel a 17. században készítették a habán kerámiákat, mindössze 2% eltérést mutat, vagyis szinte azonos. A magas tűz miatt a habán rendkívül ellenálló, nem látszik rajta a késnyoma, mikrózható, mosogatógépben mosható. Mégsem ez a rendkívüli a tolnai fazekas munkásságában, hanem az, hogy megalkotta, mondhatni újraalkotta a kék habánt, ami már teljesen kihalt. Ahol meghalt az atyamester, aki tudta a receptúrát, mint ahogy az alvinci kékhabánnál a 17. század közepén, onnantól kezdve nem volt. Mert aki tudta a receptet, az meghalt, és nem adta tovább, mert hirtelen halálnál. A paraszti edényeknél ez nem volt. Ott tudták, ott ilyen szájhagyomány alapján ment. Ugye az ilyen a mesterné kileste, vagy habának nem lehetett, mert ott a recept, a mázkészítés az teljesen titkos volt. És ezért van az, hogy ugye kihalt a kék habán Alvincon, én ráadoztam egy jó pár évet, hogy megcsináltam újra, mert kaptam egy biztatást a Néprajzi Múzeumból, valaha foglalkoztam vele, és megcsináltam, és ezért van most újra a kék habán. De hogy meddig lesz, azt nem tudni. Versegi Ferenc szintén őrzi a titkát. Ameddig dolgozik, meg is tartja, aztán ha majd abba hagyja, továbbadja, ha lesz kinek. Mert utánpótlás nemigen van. A technológia miatt drágán lehet elkészíteni egy-egy terméket, ez az árukon is meglátszik, ezért a kereslet is kicsi. A népművészeti bolthálózat pedig megszűnt. Versegi Ferenc úgy látja, az értéktárak létrejötte első lépésként jó, emellett az értékesítési hálózatot is újra fel kellene építeni, hogy ne kényszerítsék a tehetséggel megáldott mestereket olcsó tömegtermékek gyártására, csak azért, hogy meg tudjanak élni. A fazekas munkásságát megbecsüli és elismeri a város, ahogy a többi értékre is próbálnak építeni. Nem meglepő, láttuk ezt már máshol is, hogy a fejlesztések összefüggnek a helyi értékekkel. Ez egy nagyon fontos kiinduló pont a város fejlesztés szempontjából, hiszen például a volt monarchia korabeli huszár laktanya, aminek elég kalandos útja volt, de most oda jutunk, hogy gyakorlatilag az Európai Uniós fejlesztésekből és Magyarország kormányának támogatásával sikerül ezeket az épített örökségeket hangsúlyozottan a laktanyáról beszélek most, sikerül megújítani. Tehát most úgy tűnik, hogy a legutolsó épületet is sikerül felújítanunk. Ez egy nagyon-nagyon szép környezetben lévő, több funkciót ellátó épület együttes, hiszen a laktanyában, most arról beszélek, ami a város tulajdonában van, a gimnázium került még a 90-es években elhelyezésre, idősek otthona, a lovardában, a volt lovardában egy ilyen sport és kulturális centrum van, aztán 2015-ben adtuk át a Magházat, ami egy turisztikai műszaki bemutatóhely. A tavalyi év végén ugyan nem régi épület felújításával, hanem egy új épület felépítésével, de mindenképpen az épület együttesbe illeszkedő épület került átadásra, amiben a tolnai tanúszoda működik. És egy épületünk marad, ami az istálló volt, és oda pedig játszóházat tervezünk. De nem csak tervezünk építeni, hanem már a szószoros értelmében a tervezés folyamata folyik, tehát megnyertük rá a támogatást, ez a területi operatív programban pályáztunk, és mostan a tervezés folyamata, reményeim szerint a jövő évben kerül ez majd átadásra. Ez egy olyan széleskörű, igénykielégítő játszóház lesz, ami egészen piciktől fiatal felnőttekig
mindenféle játékeszközökkel szolgálja majd nem csak a tolnaiak, hanem én azt remélem, hogy a környező települések gyermekeinek is a javát. A megyei területfejlesztési operatív programban Tolna 2,6 milliárd forintot nyert az elképzelései megvalósítására. Nagyon fontosnak tartjuk, ugyan nem került az értéktárba, de hát a tolnai értékek között azért a Dunapart az nagyon-nagyon fontos érték, hiszen tudjuk, hogy egészen a 19. század közepéig az élő Duna folyt a városban, vagy a város alatt. Azóta ugyan ez egy Hold-Duna szakasz, de hát a tolnai Dunapart az egy hiába Hold-Dunapart, de mégiscsak Dunapartnak hívják a tolnaiak. Ott is egy nagyon komoly beruházás tervezése folyik. Heteken belül meg lesznek a tervek. Azt szeretnénk, hogy játszótér is, de egy komplex családi programot eltölteni tudjon egy család, nem csak tolnai, hanem ide is azért számítunk arra, hogy a környező településekből jönni fognak. Nem csak tornászni és nem csak játszani, hanem kosárlabdázni és vendéglátóhelyen egy kellemes környezetben kiülni, akár bográcsozni. Tehát én azt tervezem, hogy egy napot azért ott el lehessen tölteni. Az előzetes tervek alapján gyönyörű lesz a Dunapartunk. Nagyon-nagyon fontos ez mellett, ugyanez jelenleg nincs pályázat arra, de nagyon szeretnénk a Duna vizet is egy kicsit javítani. Tehát keressük a lehetőséget annak, hogy a Dunapartunkat nevezhessük még Dunapartnak hosszú évtizedekig vagy évszázadokig. Tehát itt szükséges majd az iszapmentesítés és a hínalasodás megszüntetése. Keressük a forrást erre, az önkormányzat mindenféle tanulmányokat készített erre, és egy intézkedési tervet is elfogadott. Reméljük, hogy ennek is majd meg lesz szépen lassan az eredménye. Aztán, ha már értékekről beszélünk, akkor ne felejtsük el, hogy az iskolai épületek energetikai korszerűsítésével is a régi iskolai épületek, és itt most kifejezetten, ami építészetileg érték a templom mögötti Szent Imre utcai iskolai épületnek a felújításáról beszélek, ami egy kb. 100 éves épület, és az Ötvös utcai iskolai épület megújításáról is beszélek, amiben nyilván a régi értéket, régi építészeti értéket megőrizve fogjuk megújítani az épületet, hiszen a 21. században már nagyon fontos az, hogy részben az, hogy minél kevesebbet költsünk az épületek működtetésére, részben pedig az, hogy vigyázzunk ezekre az épületekre, hogy még az unokáink is majd iskolaként vagy nem iskolaként ezeket az épületeket látogatni tudják. Úgyhogy én azt remélem, hogy ezek az építészeti értékek is az utókornak fent tudnak maradni. És a fejlesztések sorait még nem ér véget, meg annyi kisebb és nagyobb terv, elképzelés van még Tolnán és Mözsön, ami a közeljövőben megvalósul, de nem csak az értékek megőrzésére koncentrálnak, hanem azok továbbadására is az utókornak, ezért például helytörténeti táborokat is rendeznek majd pályázati segítséggel. Hát nagyon fontos az is, hogy már a gyerekekbe próbáljuk a tolnaiságot, mözsiséget erősíteni, hiszen ezeket az értékeket, amiket a helyi értéktárbizottság összegyűjtött, ezeket nem elég csak egy könyvben megemlíteni, és nem elég feltenni a város honlapjára, hanem ezeket tudatosítani és megismertetni kell a tolnaiakkal, és azt gondolom, hogy ha ezt gyermekkorban elkezdjük, akkor talán még ők is ezt majd tovább fogják adni.